Én vagyok. Fura, fura érzésem van. Olyan, mintha az ügynökség kémei figyelnének. Igen, igen, animógusoknak hívják magukat. Aha, igen, most is érzem, mint a szemek kezdei pásztáznának. És szerintem követnek is. Úristen, itt vannak! Segítsenek! Küldjenek egy osztagot! Sziasztok, animógusok! Ja. Animó Kritikó következő! Méghozzá, ahogy a címben is láthatjátok, a Steins Gate című animéről fogok most beszélni nektek, ami sokatok számára ismerős lehet, vagy nem, de minden esetre mindenképp erről lesz szó, ha láttad, ha nem. A jobb felső sorban különben tudtok erről szavazni, hogy láttad, nem láttad, vagy megnéznéd, úgyhogy mindenképp kattintsatok oda és szavazzatok, meg kíváncsi vagyok, hogy hány embernek itt fogom most lelőni a poént. Nyugi, nyugi! Igyekszem a legkevesebb dolgot elárulni az izgalmas, spoileres dolgokból. Viszont még előtte megosztanám veletek, ha még nem vettétek volna észre, hogy mióta elértük a 10 000 animógust, a csatorna számára elérhetővé vált a közösségi lap fül, ahol már osztottam meg tartalmakat veletek, illetve fogok is még a jövőben, úgyhogy mindenképpen vessetek rá néha egy pillantást, illetve hogyha a mobil applikációt használtok, akkor kapcsoljátok be a videók és bejegyzések mutatását, és akkor semmiről sem maradtok le, hiszen azért próbálok majd nektek a jövőben tényleg többfajta kérdést, dolgot elmondani, és így kommunikálni, mert tudom, hogy sokan vagytok, akik se Instán, se Facebookon, vagy tehát, hogy nem követtek ilyen fajta közösségi platformokon, vagy egyáltalán nincs is ilyen közösségi platformotok, úgyhogy ez a legjobb alkalom. De úgyhogy most, és vége a csatorna perceknek, következzen az anime. A Steins Gate világa egészen különleges, hiszen egy igen közkedvelt témát dolgoz fel, méghozzá az időutazást. Annak különféle módjait és az által létrehozott párhuzamos világokban történő változásokat és eseményeket. Szerintem viszont elsődlegesen nem az időutazás a lényege, bár ugye erre húzható föl az egész sztori, de mégis szerintem vannak sokkal fontosabb dolgok az animében, mint például a rengeteg háttérsztori, érzelem, kapcsolatok és sok-sok megoldandó feladat. És ugye a gép maga egy eszköz, amin keresztül alakulnak ezek a dolgok, tehát hogy nem is az időutazás, hanem az azzal kapcsolatos események, cselekmények, és tényleg ezek a megoldásra váró feladatok. És egyébként nagyon vicces, hogy még mai napig szerintem nem rémlik, de lehet, hogy újra nézem majd az elején, mert nem teljesen tiszta, hogy ez a mikróból és telefon kombinációból összejövő időutazós téma, ez így honnan is jött, és hogy egyáltalán a mikró, hogy, tehát hogy lett az időutazó, és így szóval szerintem vannak elvaratlan szálak az anime elején. De erre vannak a kiegészítő speciálok, onák és persze a filmek, amikből mind több és többet tudhatunk meg az amúgy alapból 24 részes animéről, plusz ugye most fut a második évada is. Kanyarodjunk vissza az animénkhez és az időutazáshoz, amivel hát valljuk be őszintén, hogy az alkotók nem találták fel a spanyol viaszt, mert hát számtalan film, sorozat, anime is volt már biztosan, plusz könyv, meg stb. Foglalkozott már ezzel a témával, plusz szerintem mindenki eljátszott már valaha annak a gondolatával, hogy mi lenne, ha visszautazna az időben, és megváltoztatna valamit, vagy előre menne a jövőbe, valamilyen oknál fogva, szóval minden játszottunk ezzel a gondolattal, nem egy újdonság, de mint említettem, nem is ezzel a lényege, elsődlegesen az animének ez az, ami kalandossá teszi az egészet, de nem ez a sztorinak a lényege elsődlegesen, ez csak úgy megadja a zamatát ennek a fincsi nyári gyümölcsnek, ha már úgyis gyümölcs szezon van, szóval ez csak ilyen zamatadó dolga a történetnek. De mi is a történet, kérdezhetitek, ha esetleg még nem láttátok. Nos hát, a Steins Gate sztoria egy laborról szól, és annak tagjairól egy őrült tudós vezetésével, aki feltalálja az időutazást, de először csak üzeneteket tudnak küldeni mikrohullámú időgépük és telefonjuk segítségével, majd ugye a labor tagjainak száma egyre gyarapodik, egyre csak nő, még ugye a kezdetben csak az őrült tudósunk van, egy pervers hackerünk és egy cuki kislánykánk, ugye a végére már egész kis díszes társaság nőtte ki magát a sztori folyamán, és csapattá kovácsolódott, ahova csatlakozott ugye egy meg nem érthet zseni, egy szabad idejében cicaloli kislány, egy pszichopata nőszemély, és egy fiú, lány, valami, és egy
Hogy is fogalmazzam, hogy is mondjam, hogy ne lőjem le a poént. Egy gyanakvó, rejtélyes másik lány. Igen, így talán jó lesz. A labor bővülése közben persze ugye az idő utazási képességek is fejlődnek, és már nem csak üzeneteket, hanem emlékeket is tudnak küldeni a múltba. Viszont mindenkinek felötlik persze ezzel kapcsolatban a gondolata, hogy szeretne valamit megváltoztatni a múltjában, ami nem túl jó ötlet, és ahogy ezek a módosítások megtörténnek, egyre bizarabb és bizarabb párhuzamos világok jönnek létre, nem mindig túl szép kimenetelekkel. Körülbelül. Persze, sokkal több van a sztoriban, mint így vázlatosan elmondva. Rengeteg összetett és különfélébb emberi kapcsolatot fedezhetünk fel benne, különféle érzelmeket, döntéskényszereket, felelősségvállalásokat, baráti szeretetet, mély gyökerekhez nyúló baráti szeretetet, szerelem is van benne, és persze zsenialitással megfűszerezve, úgyhogy rendkívül sokrétű ez az anime. Most figyelnek, nem tudok beszélni, majd visszahívlak, ha az ügynökség emberei elmentek. Kezdetben ugyan nem állt össze a sztori teljesen, és majdnem skippeltem is az egészet, de a negyedik, ötödik rész környékén a múlt módosítatásának következményei követően már eléggé izgi lett az egész történet, úgyhogy érdemes nem feladni az elején, sőt a vége felé még csapod a párat a sztori, hogy végképp ne unatkozzunk. Ami visszaadta a reményt a hosszabb animékbe vetett hitemnek, hiszen főleg rövidebb animéket szeretek, az ilyen 11 néhány részeseket, inkább mint a hosszúakat, de főleg azért, mert nem szeretem az ilyen üres, kitöltő részeket, amik hát sajnos a 20x részes, meg az annál hosszabb animéknél elég gyakori, és viszont a rövideknél ugye meg nincs nagyon erre idő, mert gyorsan kell darálni, és akkor kicsit pörgősebb a sztori, jobban megy, nem nincs annyi töltelék benne, ami ugye inkább a hosszabbaknál figyelhető meg. Persze itt is vannak kivételek, és a hosszúaknál is, mint például ez az anime, mert hát itt nem volt felesleges locsifecsi, itt tényleg rámentek a tényre, és pörgött a dolog, és ment előre, és haladt előre, nem volt töltelék, mindennek volt értelme, minden jól működött, és szépen lassan épült fel az egész. Az egyik kedvencem különben az animében, amikor a főhős Okabe, az őrő tudós megjátsza, hogy telefonál mindenféle kétes alakokkal, kétes ügyekbe, és sosincs meg a soha telefonja. Szóval az majdnem minden részben, ha nem mindegyik részben jelen van, és mindig nagyon jót szórakoztam rajta. Ez ad neki egy kis különlegességet és humor. Viszont felmerült bennem még az időgép kezdeti fázisánál, amikor még nem emlékeket, csak üzeneteket tudtak küldeni a múltbéli önmagunknak, hogy vajon én, ha most küldenék egyet a múltbéli énemnek, akkor a múltbéli énem nem tudom mire felhinné el azt, amit én küldtem, és hogy nem nézném hülyének magam, hogy a jövőből kapok üzenetet. Szóval ez a része nekem fura volt ebben a dologban, hogy jön a jövőből, mondjuk most kapnék a jövőből egy üzenetet, hogy mennyire hinném el, mennyire venném fel, mennyire gondolnám igaznak ezt az egészet. Úgyhogy ha mondjuk, hogyha most még élni fogok, amikor feltalálják az időgépet, akkor most ebben a pillanatban jöjjön nekem egy üzenet, amit küldök magamnak a jövőből, és akkor elhiszem. Vagy bármilyen jel is jöhet a jövőből. Azért para lenne, ha most jönne egy üzenet. Hát majd egy másik életben. Szóval ez a része és a mikro kérdése nem volt teljesen tiszta számomra. Akadnak még bőven kérdése, de mindenek ellenére is egy rendkívül klassz, fantasztikus, csodás, király animét kapunk, ami tele van fordulattal, mozgalmas, ötletes, és egész végig maximálisan pörgeti a kíváncsiságfaktort. Plusz nagyon tetszik az üzenete, amit szerintem át akar adni az egész történet folyamán, ami nem más, mint az, hogy a szeretet mindennél fontosabb, a szeretteinkért mindent tegyünk meg, és ne akarjuk megváltoztatni a múltat, mert pont azért lettünk, és lett olyan a világ, amilyen, és az úgy jó, ahogy van. Valamint, hogy az idővel játszani nem jó, el kell fogadnunk, ami van, ami történtek, ezzel kell együtt élnünk.
bár azért jó elgondolkodni a változáson és a változtatás lehetőségén, de minden esetre örüljünk annak, ahol és amiben vagyunk, és akik lettünk mindezáltal. Csodálatos gondolat, Jodi-chan! Összességében csak ajánlani tudom ezt az animét, mind látványilag, mind zeneileg, mind történetileg, minden, hogy ott van a szerelem. A karakterek is remekek, nagyon jól fel vannak építve, kidolgozottak és folyamatosan fejlődnek, valamint annyira szerethetőek, hogy végig lehet éltük izgulni, és hát kell is, hiszen az időutazásnak az egyik leglényegesebb része a sztoriban, hogy valakit vagy valakiket megmentsen Hokkebe, aki ugye az egyetlen ember, aki képes arra, hogy emlékezzen az egyes idősíkokban megtörtént eseményekre. Na de nem mondok többet, nem akarom lelőni a poént, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része lesz a sztorinak, hogy kit is, mit is, hogy is, miért, úgyhogy irány megnézni. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és ha már időutazás, arra gondoltam, hogy írjátok le a komment szekcióba, hogy mi az, amit megváltoztatnátok a múltatokban, vagy megnéznétek a jövőben. Tehát, hogyha küldhetnétek egy SMS-t a múltbéli önmagatoknak, akkor mit írnátok bele, amivel valamit megváltoztathatnátok? Mint például én írnék egy SMS-t pár évvel ezelőtt énemnek, hogy Cseje, igazán kezdjél bele hamarabb egy kicsit a YouTube-ozásba. Kicsit azért bánom, hogy nem kezdtem el korábban, meg hát a jövőben is megnéznék 1000 millió dolgot, hogy mi lett, hogy lett, technika, meg én, hol vagyok, mit csinálok, nagy YouTuber istenség lettem-e már, vagy sem. Szóval írjátok meg mindenképp a komment szekcióba, hogy ki mi az, amit megváltoztathatnátok, ha lenne ilyen kis mikro telefon kombinációs időutazós témátok. Szóval jöhetnek a kommentek, illetve a lájkok, és fel is iratkozhattok, ha még nem tettétek volna meg, valamint a videó leírásában számos érdekes dolgot találhattok még, úgyhogy oda is kattintsatok. Én megköszönöm a figyelmet, legközelebb hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Tiszta a tedep, azt hiszem elmentek, de még mindig úgy érzem, hogy figyelnek. Nem vagyok biztonságban. Küldjenek egy osztagot. Most! Elkapták, segítség! És ugrás! Mina Psycho Arigato! Ha!